Mindenkit a mai alkalommal egy kicsit a speciális relativitás elméletről szeretnék beszélni. Specrrel és azon belül is az egyik kedvenc paradoxonomról, mégpedig ez az vonatos alagútas paradoxon. Mi történik tulajdonképpen? Hát történik az mondjuk, hogy van egy vasúti sín, ami átmegy egy alagúton, és aztán utána megy tovább a sín, és akkor itt jön egy ilyen kis vonatocska, gőzmozdony természetesen, és húzza maga utána sok kis vagont. És szépen, kb. hogy egy helyben áll a két uh, tárgy, akkor ugyanolyan hosszúak. És az a helyzet, hogy itt van egy emberke az alagút mellett, és van egy emberke persze, aki ott utazik a vonatban benne. Na, és hát az történik, hogy amikor ez a vonat mondjuk fénysebességhez közeli sebességgel halad, mondjuk 90%-ával a fénysebességnek, akkor hát ugye a fénysebességnek vannak ilyen furcsa dolgai, hogy nagy sebességgel közlekedve, dolgokat szemlélve, hát nem ugyanaz látszik. Például más, relatív az idő, relatív az, hogy milyen hosszú valami, és relatív az, hogy mekkora a tömege, még ilyen dolgok relatívak. Erről szól a speciális relativitás elmélet. És hát mi történik? Ha ez a vonat fénysebességgel közeledik a zalagút felé, akkor az alagút mellett álló ember azt látja, hogy relativisztikusan a vonat összenyomódik, és mondjuk igazából nem ilyen hosszú lesz, hanem csak ilyen kis hosszú, de szépen a vonat az alagútba, és akkor ott bőven elfér az egész. Előtte is, és utána is van valamennyi hely. Mit lát az, aki a vonaton utazik? Ugye a vonat számára ugyanolyan hosszú, mint amilyennek látja, mondjuk ilyen hosszú, de amikor fénysebességgel halad a vonat, akkor azt látja, hogy a közeledő hegy az szépen relativisztikusan összezsugorodik, és akkor a hegy lesz ilyen hosszú, mint ez a vonal itt benne, és azt látja, hogy amikor a vonat átmegy, akkor az eleje már kilóg az alagútból, amikor a vége még be sem ért az alagútba. És hát ez a paradoxon az, amit fel kéne oldani. Tehát fénysebességgel össze a szemlélőknek össze sugarodnak így a dolgok. Most hát akkor kinek van igaza? Mondjuk tegyük fel, van egy ilyen próba, hogy van itt egy ajtó a az alagútnak az elején és a végén, és itt van egy ilyen kis gomb, amit az ember kell, ha megnyom, akkor egyszerre mind a két ajtó bezárul. Fontos, hogy egyszerre valami esemény egyszerre történik, csak az a kérdés a speciális relativitás elméletben, hogy de ki nézi, vagy hogy kinek a szempontjából. Tehát, hogyha ez a kis csávókét megnyomja ezt a gombot, akkor egyszerre bezárul mindkét ajtó. Na hát akkor, akkor, most ezt fogom itt szépen felvázolni, ez egy nagyon nehéz feladat, ugyanis itt nagyon fontos a geometria. Ezért itt van ez a kis vonalzó, hogy segítse a munkát. Ki most szépen felskiccelek ide valamilyen kis ábrát, ami talán majd segít ezt a paradoxont feloldani. Ugyanis a valóságban nem szabad paradoxonokat hagyni, különben az nem a valóság. Na hát akkor itt kielölök egy ilyen kis szakaszt, két ábra lesz itt egymás mellett. Nagyon fontosak a párhuzamosak, a többi az annyira nem számít. Mondjuk a szögek. Már még uh, itt is lesznek az érdekes dolgok, mert ugye a téridőt azt így kell ábrázolni. Egy dimenzióban ugye mindig uh, az időt egy dimenziónak választjuk, így hát mindig egyel több dimenziónk lesz. Tehát a háromdimenziós teret egy négydimenziós ábrán lehet ábrázolni. Egy, egy egydimenziós teret, itt az x-tengét lehet mozogni mindenfelé, és az idő pedig az Y-tengely ebben az esetben az folyamatosan halad előre, és akkor mondjuk, mit tudom én, ha az egyik ember akar menni A-ból B-be, akkor mit tudom én, eltelik ilyen kis idő, és eljut A-ból B-be, miközben az idő megy arra fölfelé, és akkor itt történik valami. Itt persze azért van egy jellegzetes, fontos szempont, ugyanis ez a koordináta ebben ez a szögfelező, ez a fénysebesség, és akkor minden más megfigyelő az ennek a koordináta a Része, hogy ugyanaz közös szögfelező az a fénysebesség, azt a sebességet nem lehet meghaladni, ez igazából nem annyira ö, fontos most, de tehát ez majd az ez ábra elkészítéséhez fontos szempontokat tartalmazza. Na most elkésztem az ábrát, ugye az egyik megfigyelő, mondjuk ez itt, ez itt az alagút. Lehet, hogy még bőven kéne ezt hosszabbítani, mert sok helyre van szükség. Mondjuk a másik ábrának már nem lesz olyan sok helye, de mindegy. Azért még itt is elkészítem ugyanezt. Ezek itt párhuzamosak. Tehát ez itt az alagút. Mellett álló emberke, és azt látja, hogy hozzá képest az alagút nem mozdul sem erre az X-tengelyen, nem változtatja a helyzetét, viszont telik az időben, és ugyanott marad végig, megy fölfelé. Így jelenet az alja is bele belefér. Kicsit így. Jó, négy. Jó van, a másik emberke pedig a vonatvezető, aki itt utazik a vonaton. Megy, megy a többi része a vonatnak, és akkor ott az ablaka, és ott, ott, izé, mosolyog ki rajta. Hozzáképes, a vonatnak itt van az eleje, itt van a vége, és a vonat hozzá képest nem mozog sem ennyire. Na, akkor most jön az érdekesebb része a dolognak, ugyanis meg kell nézni azt, hogy mi történik közben az ilyen dolgokkal, mint hogy a az alagúthoz képest hogyan mozog a vonat. Hát a vonatnak van itt egy eleje, meg egy vége mondjuk. Ugye mi történt? Itt kimondtuk azt, hogy amikor az alagút egy helyben áll, akkor a vonat hozzá képest relativisztikusan összezsugorodik, és hát valóban itt most jelölöm is azzal, hogy itt, itt van a vonat eleje, a vonat vége, össze van zsugorodva. Nagyon rövid kis szakaszka. Na itt egy valamire kell odafigyelni, amikor megszerkesztjük ezt az ábrát, hogy ez a szög, amit most be fogok húzni, ez kisebb legyen, mint 45 fok egy derékszögű koordináta rendszerben. Nagyszerű. Most megpróbálok ugyanezzel egy pár most húzni. Természetesen a vonalzó rohadt kicsi. Talán így. Ez nagyjából párhuzamosnak látszik, valószínű. Talán megkockáztatom azért. Jól van. És akkor hát még itt is megy a vonalka tovább. És akkor itt össze lehet kötni. Nagyjából így van. És akkor mi történt ez itt a vonat? átjutott az alagúton. Mi történt itt? <coughs> itt van a vonat eleje, és megy előre az időben. A vonat eleje egyszer csak az alagút elején belép, és megy tovább az alagútban a vonat eleje, és egyszer csak a vonat eleje kilép az alagútból. Ezt jelölöm mondjuk ával. val ez pedig A veszővel. A vonat eleje itt belépett, itt kilépett az alagútból. Nézzük, mit csinál a vonat vége. A vonat vége követi az elejét, és szépen megy. Először a vonat vége belép az alagútba, amit B-vel jelölök, megy tovább a vonat vége, majd itt elhagyja a vonat, vége az alagutat. <laughs> Rendben, ez történik. Áttérünk egy másik emberkének a koordináta rendszerben, itt van egy ilyen szakasz, az a két ábrát itt elválasztja, de teljesen mindegy. Itt is megcsinálom ugyanezt az ábrát, ugye az összetöpörödésnek a mértéke az mindkét esetben ugyanannyi, tehát most itt a, a vonat az így, ugyanakkor, mint hogy hálnád, ugyanakkor a vonat, mint ahogy elve tapasztalja azt az emberke, és azt látja, hogy a vonat a szembejövő alagút az összetöpörödik, és ő egy helyben áll, az alagút pedig közelít felé. Itt uh, nagyon oda kéne figyelni arra, hogy nagyjából ugyanolyan legyen ez a, a cucc. Uh, hát elég keményen megszivattam magam, na mindegy. Megpróbálom nagyjából ugyanolyan szögre rajzolni ezt. talán így. Hát így nem fog nagyon beleférni a kép. Vagy talán, hogyha közelebb rajzolom, ide rajzolom, ez itt 1 cm. Nagyjából pont 1 cm, itt már belépett. Nagyszerű, és akkor ez legyen olyan nagyjából, mint kb. mint ez, ez alatt egy kicsivel. Itt írni, pedig a vonatnak a másik része. Talán, remélem rohadtul, hogy párhuzamos. Különben nem fog szépen látszani az eredmény. Hát nagyjából, de igazából nem is párhuzamos, egy milliméter eltérés azért így van a végén. Na mindegy, tehát ez itt a, a hegy. Vagy alagút. És akkor mi történt? Nézzük itt meg, jön az alagút, itt az alagút első bejárata, a vonat belép az alagútba, ez itt a pont, ami ugyanaz, mint az A pont. Akkor megy az alagút vége, és itt a vonat vége belép az alagútba, az itt a B pont. Akkor jön az alagút, itt a vonat eleje kilép az alagútból, ez itt az A veszőpont, Majd megy tovább a vonat, vagy az alagút vége megy tovább, és egyszer csak a vonat vége is kilép az alagút végénél. Az pedig ott van, az pedig a B veszőpont. Na, ez a helyzet. És akkor mit, mond, mit mondott az, az állítás? Azt mondta, hogy amikor ugye itt áll az alagútban lévő, vagy az alagút mellett álló kis csávókkal, látja, hogy a vonat össze zsugorodott relativisztikusan, mivel hogy fénysebességhez közeli sebességgel halad, elfér, és amint a vonat vége belépett az alagútba, gyorsan bezárta mindkét oldalt, az ajtókat, és az ajtók be voltak zárulva. Egészen addig, amíg újra meg nem nyomta a gombot, és kinyitotta. Na nézzük, mi történt. Azt mondta, hogy amikor a vonatnak a vége belépett az alagútba, tehát itt, becsukta az ajtókat, azt így, így jelölöm, hogy itt megvastagítom azt a vonalat, de még azelőtt, hogy a vonat vége, de még azelőtt, hogy a vonat eleje elérte volna az ajtót, gyorsan kinyitotta, tehát itt kinyitotta. Tehát itt becsukta elől is az ajtókat, itt elől, meg hátul is. És ezen a szakaszon, vagy ebben az időben, ami itt fölfelé megy, ugye egy helyben áll az alagút, az alagút első ajtaja be van itt zárva, egészen eddig, itt ki lesz nyitva, itt nyitva van, valamint a másik oldalon is becsukta az ajtót, egészen odáig ott pedig ö, kinyitották mind a kettőt, a vonat eleje még nem érte el az ajtót, de már ki van nyitva, tehát a vonat szépen kimegy benne. És itt az ajtó zárva volt, és egészen ebben az időszakban, Az volt a helyzet, hogy a vonat bent volt az alagútban, és két oldalt zárva voltak az ajtók. Összetöpörödött relativisztikusan, bent állt ott, halad haladt bent az alagútban, és elől-hátul zárva voltak az ajtók. Na most nézzük meg itt mi a helyzet. Az történik, hogy itt húzok egy ilyen vízszinteset, ugyanis át kell térnünk ide a másik emberkének, a vasútvezetőnek a koordinátorrendszerébe, és ezt a szöget meg kéne csinálni itt is. Nagyjából kb. így, talán így. Jó, azt ide behúzom szépen. Ebben a koordinátrendszerben a va vasútvezetőnek szépen így múlik az idő. Tehát itt úgy történik, hogy ez egy pillanat, ebben a pillanatban történt valami, ez egy pillanat, T egy pillanat, telik múlik az idők, így vízszintesen halad felfelé az idő, és itt egy másik pillanat, a T2 pillanat, amikor itt kinyílt, a, kinyílt az ajtó. Ez pedig a T1 vesző pillanat. És uh, <kül> itt van, van egy másik, itt párhuzamosokat kell húzni. Itt. Itt is, ide is megszerkeztem ugyanazt a párhuzamost, így lesz ez. Jól van, és hogy meddig volt ez zárva, nézzük csak. Ugye itt a b egy pillanatban bezárták az ajtót, és akkor itt telt múlt az idő, mert ez itt a tévessző pillanat. Itt be volt zárva az ajtó, de az ajtó kinyílt addigra, mire, mire az A vesző esemény megtörtént volna. Tehát itt ebben az idő pillanatban voltak szépen bezárva az ajtók. Így, itt ilyen párhuzamosokat kell húzni. Vagy hát konkrétan így. így. Tehát ebben igazából egy kicsit túrajzoltam, tehát ebben az idősávban volt zárva az ajtó, meg ebben itt. Kicsit nehéz megrajzolni, mert kicsit ferdék a dolgok. Na és hát mi történt? Ugye T egy pillanat, az itt van itt van a T2 pillanat, hogy kinyílt az ajtó. És hát azzal magyaráz, vagy hát a kérdést fel kell tenni, tehát hogy mikor volt egy időben, a zalagút mellett álló csávóka azt mondja, hogy mikor volt, zárva volt egyszerre mindkét ajtó, de hogy mi az, hogy egyszerre, az attól függ, hogy kinézi. Itt az egyszerre az más, hogy más sorrendben történt tulajdonképpen. Tehát a vonat azt tapasztalta, hogy jön az alagút, először Bezárják az ajtót, a hátsó ajtót bezárják először, aztán kinyitják a hátsó ajtót. Aztán a vonat bemegy az alagútba, áthalad az alagúton, kilép az alagútból, ezt követően pedig a, az első ajtót bezárják, a vonat már rég elment, és a aztán kis, kis idővel később megint kinyitják az a alagút első bejáratát. Tehát még egyszer? Tehát, hogyha itt ezt megszerkeztük, ezt az ábrát kapjuk, nézzük meg, hogy mi az értelme. Ha itt figyeljük ezt, akkor először jön a vonat. Ugye az emberke, aki itt áll mellett, az azt látja, hogy a vonat bemegy, bezáró mindkét oldalt az ajtót, megy a vonat, és kinyílik. Ez az emberke, aki itt a vonaton utazik, az azt látja, hogy így megy, közeledik az alagút felé, egyszer csak azt látja, hogy ezt a hátsó ajtót bezárják, majd kinyitják, megy a vonat átmegy az alagúton, visszanéz a kis kalauz az alagútba, és azt látja, hogy aztán bezárják ezt az, ajtó, ezt az ajtót itt az elején, bezárják, eltelik egy kis idő, aztán kinyitják. És emiatt nem paradoxon ez a dolog, mert hogyha ezt szépen így a Lorenz transformációval megvalósítjuk, speciális relativitás elméletet, akkor kiderül, hogy ez mégsem paradoxon, csak eltolódtak az események időben, mert az idő, az események sorrendje is attól függ, hogy ki nézi csak akkor van para, hogyha okokozati következmény van. Tehát így lehet feloldani az paradoxonokat. Ez egy kicsit bonyolult így elmagyarázva, egy kicsit rossz az ábra, de ez a lényeg tulajdonképpen, hogy az egyik szemlélő szempontjából az egyidejűség az akkor volt, amikor épp a vonatod bent volt, megtörtént az esemény, a másik szemlélőnek pedig máshogy voltak ezek az események az időben, hát persze, mert neki egy másik rendszer jellemzi a téridejét, egy másik uh, koordináta rendszerben van, ugye ezek relatívak, ő pedig azt látta, hogy először bezárták a hátsó ajtót, aztán kinyitották a hátsó ajtót, átment a vonat, aztán bezárták az első ajtót, és kinyitották az első ajtót. Tehát ilyen furcsa dolgok jönnek ki a speciális relativitás elméletből. A lényeg az, hogy nincsenek paradoxonok a speciális relativitás elméletben, egészen addig nincsenek uh, megmagyarázhatatlan paradoxonok, amíg amíg a fénysebességet nem lépjük át. A fénysebesség pedig mindig az, hogy van egy koordinátorrendszer, és egy szögfelezőt kell belehúzni, és onnantól kezdve mindegy, hogy milyen ö, koordinátorrendszereket rajzolunk fel, mindegyik jó, t, t vesző, t kettő vesző, x, x vesző, x kettő vesző, mindegyik jó, egészen addig, amíg ezek a szögek egyenlőek, tehát szögfelezőnek kell lennie ezeknek a dolgoknak. És akkor így a természetben sem fordulnak elő paradoxonok, mivel a természetben nem lehet gyorsabban menni fénynél. Hát remélem értető volt, ez egy kicsit nehéz, nehéz ezt így elmagyarázni, de le lehet szépen vezetni, hogy mik ezek az események itt a téridőben. Kb. Kb. jó volt. Igen. Még ellenőrzöm, hogy itt minden jó volt-e. De hát valóban. Igen. Na hát ennyit szerettem volna mutatni, remélem azért kicsit átjött, hogy itt mi a helyzet. Ez a speciális relativitás elmélet egyik paradoxona, ami nekem speciál a kedvencem. De hasonlóképpen lehet mindenfélét az időparadoxonokat is, ugye az ikerparadoxonok, hogy az egyik ember elmegy fénysebességgel utazni, és akkor neki egy kicsit máshogy telik az idő, mire visszajön, találkozik a tesójával, aki megöregedett, ő pedig fiatal volt, mert máshogy telt az idő. Ez a megnyúlást használta ki, mert hogy a hosszúságok sem állandóak, és hát a speciális relativitásán természetesen kitér még a tömegre is, mert hogy a tömeg is változik fénysebessége. Minél gyorsabban megy valaki, annál súlyosabbá válik. Na hát ennyi lett volna a mai alkalommal. Tényleg remélem, hogy nem volt nagyon kagyfasz az egész. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!